A Győri Filharmonikus Zenekar Dunaszerdahelyi évadának következő koncertje február 7-én szerdán 19 órakor kezdődik a Városi Művelődési Központban. A farsangi meglepetés koncert sok humorral és vidámsággal várja a közönséget. A filharmonikusokat Berkes Kálmán vezényli majd. A Csallóközi Múzeum első 2018-as kiállításának főszereplője Molnár Rozália lesz. Fényszilánkok című tárlata üvegmozaik képek segítségével közvetít erkölcsi értékeket. A komáromi képzőművész saját megfogalmazása szerint hangszer Isten kezében. A kiállítás megnyitó február 8-án, csütörtökön 17 órakor kezdődik. A színházi évad során ezúttal a komáromi Jókai Színház látogat Dunaszerdahelyre. A társulat William Shakespeare egyik legismertebb művét, a Rómeó és Júlia című tragédiát adja elő, amely két fiatal szerelemért folytatott küzdelmét mutatja be. A rendezvény február 8-án, csütörtökön 19 órakor kezdődik, helyszíne a Kultúrház lesz. A Kortárs Magyar Galériában február 9-én pénteken 18 órai kezdettel nyitják meg az első idei kiállítást. Az érdeklődők Almási Róbert Csallóközi festőművész Tisztelet a természetnek című tárlatát tekinthetik meg a Vermes villában. Az alkotásokat Borbély Károly és Robert Nyemecsek festőművészek méltatják. Az ismert magyar énekesnő Zalatnai Sarolta 70. születésnapja alkalmából koncertturnéra indul, amelynek egyik helyszíne Dunaszerdahely lesz. Zalatnai a Reflex együttes segítségével karrierjének emlékezetes slágereit idézi fel. A Cini 70 című koncert február 9-én pénteken 19 órakor kezdődik a Kultúrházban. A DASZ labdarúgó csapata a bajnokság tavaszi rajtja előtti utolsó felkészülési mérkőzését február 10-én szombaton játsza. Az ellenfél az NB2-es Zalaegerszeg gárdája lesz. A meccs 14 órakor kezdődik. Kedvező időjárás esetén a MOL Arena, ellenkező esetben pedig a DASZ Akadémia lesz a helyszín.